Éjjel kiszőkülés szállítható. Rendben. Szevasz. Csigányok, a minden rendben, főnök. Kibírják holnapig. Ott vannak már ruszkik. Látom. Nagyon kell brunzolnom, főnök. Hát állj meg itt. Ugye? Nyitom az ajtót, főnök. Kell dobnom egy sárgát. Igyekez. Rendőrség! Gyere ide, gyere ide! Gyere ide, te! Fordulj meg, add ide ezt a táskát! Megülj le az autóra! Bilincseljétek meg! Elmész a tekfes! Bomber áruló anyádba! Kötveg marad! Ezt visszakapod, bazd meg! Szép volt veled, főnök! Nohat, gecsi! Taxit, gecsi! Visszakapod! Bazd meg! Állod, kurva állod! Hogy basznál meg! Visszakapod! Vissza! A rohadt mocskos kurva anyádat! Visszajövök! Visszajövök, basz! Addig lefogsz, basz meg! Здравствуйте! Здравствуй, товарищ! Здравствуйте! А как дела? Very well. Деньги? Деньги. Хорош. Партнер, с тобой будет работа. Здравствуй. Как тебя зовут? Федор Алексеевич. Ферри. Окей, Ферри. Ферри, хорошо. Ферри. Говоришь по-русски? Мало-мало. Говоришь немецкий? Здравствуй, Грюня. Мерседес. Я. Komoly játékos. Megkapta kézbe az orosz államadóság papírjait. Így emelek egyszer. 100% volt a jövet. Hol tartunk? Mennyit kéne nekem itt adni? 100% kéne még egyszer megadni. El ne játsz velünk még egyszer. Órád az mennyit ér egyébként? 8 kilóba? Mi? 9-10. Nyitott lappal játsszuk le az utolsót. Álló föl, nyitott sor. Flash húzó. 3-as pár. 3-as 5-ös képpel. És 3-as 5-ös képpel. Tessék. Tele meg a kezembe veled játszok így. Legjobb fejem, csak egy kicsit most ennél a címben. Dobj egy jó lint, aztán megnyugszol. Húzod itt az időt, a következő partira vágyok. Elmondod a következő lépésemet, Hólin. Nagyjából 10 millióig. 10 millió? Annyi körülbelül. Mi? Eladtad a pecót, vagy mi? Azt hiszem, pénzt kell szereznem. Ebből a partiból maradok ki, mert ez a faszfejbe az olyan lapokat ad, sehova nem nyújtok fele. Pici, figyelsz egy kicsit a helyemre? Van itt egy öreg buzenás, betó 10 millió forintot. És nekem ott van az 5-1 forma színű lap a kezemben. Kéne 10 millió. Hát de várva tud, most itt van ez a helyzet, hát most te ott hagynád ezeket a lapok. Ott van az öreg előtt 10 millió zseton. Annyi, hogyha ha, akkor várjál, akkor tartsad. Várja. Picit.
Igen. A telefon a Gyuszival, ő kezességet vár a 10 millióra hozzá. Halló, pici vagyok. Mondja, Gyuszika. Fikis. Nagyon sok pénzről beszélünk. Fikis. Kurva sok pénz. Figyelj. Jó van, 10 millió. Nem javul a lapot, hogyha szemezzel vele. Jó. Személyes garanciát kérek. Milyen kis nyuszik, a kis bekatisztatott nyuszika. Who are you? Nem vagy magyar? Or English, or American, or what? Don't run, don't run. Leave me alone. Where are you from, bitch? I'm not your fucking bitch. Where are you from? Leave me alone. Hey. I'm going home. Hey, come on. Get on your knees. Hey, Feri. Fuck you. Feri, ez nincs betörve. Azaz. Na, jó van, Feri, kint várjam. Hello, baby. Get on your knees. Suck my dick, yeah? Rendben. A ház megadja a 10 milliót a Fikinek. Ne basz ki, bazd meg. Kösz. Uraim, lapot mutatok. Nagyon komoly lapotnak kell, hogy legyen, ha ekkora, hogy hívják, vagy Mayer. Straight-ös. Anyádat, bazd meg! Fiki, bazd meg! Az úr nyert. Fiki, erről nem tehetsz. A kurva anyádat. Belehalnék, ott ülnék. De itt ülök, és én nyertem. Gyerek, nyakik szarba, aztán még egyet ráborítunk. Szerintem Ausztria felé sétálj. Kerülő úton menj. Szavaztok. Fiki, szép estét! Köszönöm, látásra, uram. Vigyázz magadra. Játék folytatódik, egy kieső. Fici, beszállsz helyette? Ki van zárva? Hogy vagyok? Hogy vagy? Ma van a látogatás, nem? Igen. Bejön valószínűleg a csajom, vagy ex-csajom, vagy most nem is tudom, hogy micsoda. Ki lehet nyitni az ablakot egy kicsit? Most ne nyisd ki, légy szíves az ablakon. Hermina, hogy vagy ma? Azért nem jön senki látogatóba. Ki az, akit szeretnéd, hogy meglátogasson téged? Senkit. Senkit? Senkit. Kit szeretnél? Kinek adott tovább a szó? Igen. Zsolt. Hogy vagy ma reggel, Zsolt? Lazán faszán. Lazán faszán? Persze. Minden jól alakul. Oké, jó. A felével már nincs gond. Ja, a humorérzéked az változatlan. Megpróbáltam ma is valamit. De megint nem sikerült. Oké. Szeretem magam nagyon. Faszommal. Ah, szommal az meg.
Gyuszikám, hagyjál már békén aludni, bazd meg, megkapod a pénzed. A faszomon telefonálsz ide ilyenkorán, azt se tudom, mi, hol vagyok, bazd meg. Megkapod, megkapod a pénzed, bazd meg, ne daráztassál, a szevasz, bazd meg, hagyjál meg. Ági, Simonról még nem sokat tudsz, de nagyon-nagyon érdekes fazon. Egy gond van, hogy volt egy meccsen, ahol picit megverték, és ezért nem emlékszik úgy nagyon semmire. Perc után törlődik minden. Amnéziának hívják. Kinél? Valakinél itt a csoportban önállam. Képzeld. Hülyeségedet már. Simon, tudsz titkot tartani? Persze. Miért? Arra szeretném megkérni az Ágit, hogy mondja el neked, hogy mi történt vele. És ez csak a ti titkotok lesz. Ezt tudom, hogy nagyon kemény dolgok zajlottak le. És tudod, hogy Simon tud titkot tartani. Micsodát? Titkot tartani tudsz. Persze. Látod? Simon. Na. Elfelejti. Hmm? Elfelejtetted már? Mit? Simon 03. Gyuszikám, Simon 03. Hollandokkal, ne viccelj, leszopunk, mint a... Lelkesek a fiúk, lelkesek. Amsterdamba. Andorra ellen, az egál. Mi van a kis pöccsel? Macerás a fiú, de kezelem az ügyeit. Elvégre a fiad. Tököm teli van vele. Néha beszélgethetnétek. De karácsonyra kap egy sportautót. Nem autó kell neki, egy kis figyelmesség, egy kis szeretet. Hagyjál már, fiú, ez nem lány. Úgy érzed, ez jó? Elég ennyi? Hagyjál már, olyan, mint a Zsuzsák állandóan összetör egy Lamborghinit minden évben. Regyi neki drága autó. Most mi járjon vele a Rexel? Hát ne viccelj már. Szevasz. Aludtál? Aludtam. Nyom itt a csengő. Kérsz valamit? Kávéd van? Hát kávéhoz nem nagyon lesz. Van egy kis ez az. Aha. Azok nem kellenek. De mi van? Hülyéknek zenélek, hülyéket kúrok. Senkit nem szeretek. Lógok 10 kibaszott Mihály. Amit ma kéne megadnom. De mit csináltál? Kölcsönkérte? Aha. Miért? Van 10 misid? Hát... van, de... nem neked. Ja. Na de mi? Mit csináltál? Póker. Volt egy flössöm és rendeltem telefonon 10 milliót. Csak egy vénfasznak egy kicsivel jobb. A gáfról sem volt, és ma kéne megadni. 10 millió. 10 millió. Uh-huh. Ma jár le. És máshonnan tudsz szerezni, vagy nem? Nem tudom. Uh-huh. Elmondanád, hogy hogy történt? Nem. Zsolti, azt vedd észre, hogy azok ellenére, ami történt, Ági most nyitni próbál feléd. Erik, arra kérlek, hogy állj oda mögé. És? És egyes szem első szemében, mint hogy te lennél Zsolt, mondd el, hogy mi történt. Ó, bazd meg.
Oké, hogy magadon nem akarsz dolgozni, de akkor a többieknek segíts. Na. Bocsi. Zsolt vagyok. Zsolt vagyok. Elég jó színész. Voltam. Részegen mentem haza a színházból, biciklivel. Részeg picsa telebe baszott a piros lámpán. Azóta itt ülök ebbe a székbe. Deréktől lefele béna vagyok. Elhagyott a feleségem, elvitt a három gyereket. Meg a házat, meg a kocsit, meg a pénzt. Sajnálom. Köszönöm, Erik. És ti mióta próbáltok itt gyógyulgatni? Mióta anyád pilóta. Jól van. Nem fogom bírni. Minden nap ez lesz. Hiszen fogom bírni, most se értem, hogy mit keresek itt. Minden nap ugyanez lesz. Ha van valami, de kaptam egy fülest, és utána is néztem. Az egész megvan. Mi? Van egy kocsi. Több mint 100 millió van benne. Rajta van az egész ez a megnézhetem. Minden szombaton reggel 8-kor. De van valami simlisség a dologban, mert levágnak egy kanyart mindig. Tehát bozzon, ez egy páncélautó. Azt mondom. Nem mondtam? Bazd meg, én kripliket ismerek. Az kurvákat, pont az a jó drogosokat, bénákat, balfaszokat, veszteseket. Ez Rambó kell, bazd meg. Rambó 13. A Rambót utána meg is találják a következő nap. Pont az a lényeg, hogy ne az legyen. Mikor? Hát, mondom, hogy szombaton. Ez bozd meg, az két nap. Na. És neked mennyi időd van a 10 millióhoz, amit vissza kell adnod? Akkor már két nap mínuszban leszek. Kell vagy nem kell? Vigyem el. Lejössz a hegyről, és elkezdesz itt ugatni nekem. Utána fölmarkolod a zsét, és még át egy másik helyre. Ez a bajom veled. Megtanultál valamit, aminek csak a felszínét kapargatod. Amit nem is láttad, nem is tudod. Soha se voltál benne. Olyan dolgokról beszélsz, amit megtanított neked három őszhajú. Ezt honnan tudod? Itt ülsz a pokolod kellős közepén, és sajnálod saját magadat. Meg okolsz mindenkit. És ez dolog, hogy Erik... Elég már, baszd meg! Fogd már be a kibaszott pofádat! Igen. Elég volt! Igen. Adjál már békén, baszd meg ezzel a fassággal! Én csak bicikliztem éjszaka haza! Idióta állat! Simon, légy szíves! Idióta fasz, mit pufferolsz? Mi? Vedd le azt! Mit nyomogatsz engem? Ki fogja nyitni az ablakot? Mit csinálsz? Miért akarod ezt? Hozd el! Mi? Ki akarod szakítani? Igen! Azt akarod tőlem hallani, baszd meg, hogy én vagyok az állat? Nem. Azt akarod tőlem hallani, hogy én basztam szét a családomat? Én basztam meg az összestől? Te is ezt akarod hallani? Így állsz a hátamhoz, baszd meg! Így állsz és elárulsz! Te vagy az én haverom, baszd meg! Menjél ide a picsába, te fasz! Menjél a kurva anyádat! Zsolt! Így ott a faszopó vagy te is! Így állsz a hátam mögé és elkezded dumálni azt, hogy mit csinált a feleségem! Zsolt! Te meg szétbaszhatod magad valami fasszal! Ide jössz és elkezdesz engem üvölni, velem baszogatni! És te mit csinálsz? Ide ezt a nyomorék havaraddal, aki szétlőtt a fejét, meg lezolt a hetedikről, és nem bírod földolgozni. Te meg itt turkálsz, bazd meg a seggembe! Tudod, mint a kurva anyádat, bazd meg! Nem érje! Halad meg, Izol! Döngölj meg a kurva anyádat! A kurva anyádokat! Kurva anyádat! Jó van, nyugi van. Közle, persze közle.
Jó vagy Zsolti? Zsolti jó fej. Jó fej? Zsolti kurva jó fej. Jó vagy? Ott volt velünk a meccsen. És aztán utána el tudtok menni. Tudtok oldani egy helikoptert. Hozol egy páncélautót 100 méterre. Azt nem hozom, az van. Hozol egy helikoptert. Honnan a faszomból szerz el helikopter? Az az én dolgom. Ezt nem tudom megoldani máshogy. És én vagyok az a fasz, aki ezt megcsinálja. Négy másik hát fasz. Ha kell az a pénz, akkor igen. Ja. Elmentem. Szabasz. Hello. Ez már a módszak, ez azért elég kemény, de jól szarul nézlek ki azért. Kösz. Te viszont korra jó. Mikor jössz haza? Vagy mi van? Mi van itt? Átgondoltad a dolgokat? Leszedtek a, úgy nagyjából a cuccra. Komolyan? Hát most érted, nem remeg a kezem, tudok egyenesen járni, nem izé. De még... Vagy mi van? Hát van ez a terápia, meg... És? Nem engednek még csajok? El. Csajok? Csajok. Remélem, egy kurva se volt benne. Ide? Hát remélem. Milyen kurvák, hogy nyelv. Nem milyen kurvák, most ne játsszuk már ezt tényleg. Figyelj, én azt gondolom, hogy én ezt a 8 évet, én ezt nem akarom kidobni a picsába. Úgyhogy én azt gondolom, hogy... Jó, de a kurvákat azt légy szíves, felejtsd el. Ez nem könnyű, ezt te is tudod. Most komolyan az egész életem arról szólt, hogy asszisztáltam ahhoz tulajdonképpen. Ha arról van szó, hogy mi szeretjük egymást, akkor én sose csaltalak meg. De erről te beszélgettél erről ezzel a pszichológussal, akit kezelgettél? Nem. Vagy most nem igazán értem, hogy mire jutottatok, komolyan. Erről nem. De hogy erről nem? Mert 3 hónapja itt vagy. De miről beszéltetek? Most komolyan. De ez egy olyan alap probléma volt, mint kéred tőlem, hogy én ezt felejtsem el. De hogyha te még mindig ezt magyarázod nekem, hogy az, hogyha én elmegyek az anyámhoz, akkor evidens, hogy te megdugsz valakit. Nem volt evidens, csak... Csak úgy alakult. Igen. Fogja mondani, jó, de most megint ugyanabban a beszélgetésben vagyunk, de ugyanabban egy perc vagyunk, alatt. Pedig azt hittem, hogy most tehát most már mindjárt jó, mindjárt oké okay leszek. Ekkora egy fasz vagyok, komolyan mondom. De ne csináld már. De miért nem lehet kezdeni egy normális életet? Ha már itt lehúzzol 3 hónapot, leszednek a cuccról, akkor az agyad nem kódolják át arra, hogy mondjuk, ha én elmegyek az anyámhoz, akkor ne basszál meg valakit. Ha? Most komolyan? Szerinted én ebbe éljek? Ez a barlangból hozott kód, ezt nem tudom, nem tudja egy kibaszott pszichológus átkódolni. Barlangból, ezt a kurva humorodat imádtam. Ez nem humor. Mindig. Férfi az úgy van összerakva, hogy ezt... Érted? Tehát valahol... Jó, én is lefeküdtem valakivel, amíg benn voltál. Igen? Aha. Igen? Aha. Nem is egyszer. Igen? Aha. Mi azt hittet, hogy várakozom 3 hónapot? Hát most úgy tűnt. Úgy tűnt? Úgy tűnt. Gondoltam, kipróbálom milyen az, hogyha épp nem vagy ott, akkor lefekszem valakivel. Aha. Kipróbálod. Tehát akkor ez a szerelem, meg az összes ilyesmi. Szerelem? Hát tudod, hogy szeretlek. Hát te is szeretsz. Mi? Jó. Na jó. Figyelj. Jó, mert szerintem... nem tudom. Van-e valami barlangból hozott kódod arra, hogy egy nő megesik? Szabasz meg, Murphy! Megjött a Mikulás. Ezt nem hiszem el, bazd meg. De. Bejött látogató. Bazd meg, te bejársz hozzá? Jó van, bazd meg, játsszál hozzá. Bazd meg!
Gyere már ide legalább, ha már idáig eljöttél, hallod? Gyere ide! Most miért a gyáva haverod? Menjél utána te is, éljetek együtt, bazd meg, szívjátok szarrá az agyatokat, és dögöljetek meg mind a kette! Ne csináljad már ezt, Nóri! Bazd meg! Megjött. Szép napot, Bosszonyi úr. Szép jó napot, üdvözlöm. Üdvözlöm, Bosszonyi úr. Szép jó napot, András. Gondolkodtak az ajánlaton? Igen, és kicsit határozottabb meggyőző erőre volna szükségünk. No, mire gondolnak, Csaba? Valami komolyabb. Fajsúlyosabb. Uh-huh. Kicsit igen. Értem. Viszikám. Nézze, én azt üzenem a frakcióvezető úrnak, hogy még mielőtt itt belemennénk a alkudozásba, ezt azért nézze meg. Jók leszünk, Csaba? Rendben van, igen. És azt gondolom, hogy akkor maradna az eredeti ajánlat. Jó ez itt, Csaba? Jó lesz, igen. Győzikem. Na. Figyúz, az van, hogy te itt vagy most benn. Hát ez nehéz letagadni. Ez mit jelent jogilag, hogy itt vagy most benn? Hogy beszámíthatatlan vagyok. Hogy teljes mértékig beszámíthatatlan. Szívjál, azt nagyon még zélek vagy, azt Isten. Tudnál szerezni pár ilyen tornából fölmentettet? De mi a meló most? Kaptam egy fülest. Azt elhiszem, miután elvesztettél 10 milliót. Nem, abból nem kaptam egy fülesen. Apucitól nem kaptam egy fülesen. Apuci nem tud róla, nem is tudhat róla. Azt mondjuk szerencsés. A Gyuszi meg nem bánt. De... Van egy autó, nagyon sok pénze. Egy nagyon drága autó, vagy nem, egy nagyon-nagyon sok pénze. Tehát itt, amire neked koncentrálnod kell, az nem az autó. Autó. Nem egy Suzuki. Nem egy Suzuki, egy olyan autó, ami le van páncírozva, tudod, ilyen ja, nagy baszon fekete. Ja, köszi, oké, egyen jó. És ezt nekem mondod, az meg a kézé. Várjál már, állom. Illegális filmrendezésé. Ennyi viszont, mi a főbácsit hozz, bazd meg, azt nyugodjál meg. Na, mondjad tovább. Na. Az van, hogy tudjuk, hogy a kocsi honnan megy, tudjuk, hogy hova megy, és azt is tudjuk, hogy milyen útvonalon megy. De mi az a tudjuk, mert én nem tudom. Te nem tudod, de én tudom. Van egy ember, aki tudja. Egy megbízható. 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 Mennyi az, nem kicsit nagyon sok? 9 számjegy. Tehát minimum egy 100-as van a kocsik. Számolja meg. Biztosan megvan. Jó lesz. Ennyiben is maradnánk, Csaba, jó? Gyuszi. Segíts csak Bosszonyi úrnak, és kísérd is ki. Örventem. Szép napot. Jó fasz képzelnek ezek magukról. Milyen egy pöcs, de tényleg azt hiszem, hogy nem készülünk fel. Persze, csak a fasz. Idióták. Jaj, szomorú történet ez. Gyere, Gyuszi, menjünk. Melód évek óta nincsen. Itt baszolsz, a csajod ott hagyott, a családod leszarbazd meg. Tehát így, én hallom én ezt eleget, hogy nekem mi bajom van. Ezt, ne ezt részletezzed. Mit veszíthet? Megvan a lóvé, akkor utána mi van? Utána letiplizünk. Hát pont azért akarjuk megcsinálni, hogy letiplizünk, mert mindenkinek elege van ebből a szarból. És hova tiplizzel le, baszd meg? Lelépünk Románia felé. Az összes barom másfelé megy, mennek Svájcba, mennek Ausztriába, és megbuknak abban a pillanatban. Hetek óta nem szívtam be, hát ez állat. De csajod már úgy. Ez mondjuk igaz. Mikor lesz vacsi? Most volt. Nem emlékszel? De.
Te segítsek. Már nem kell. Ó, bocs. Menjünk a picsába. Menjünk. Ezután vacsora után én még egy napot nem akarom itt eltölteni. Benne vagy? Te is benne vagy. Én kiszököm veletek. Hívja a Fikit, hívja. Befoglalom a repülőjegyet. Hallóka? Na, figyú. Megvan a kis csapat. Mikorra kérdezem? Hát a kettő körül. Kettő körül. De előtte úgyis jelzek, hogyha már pontosan látom, de legyél itt a környéken, nagy kocsival van, tolószék meg minden, viszem a fél kórházat. Négy körül. Négyen majd, most az egyik tolókocs. Jó, ott leszek. Jó. Ezért frissítőt hoz. A lembaszt. Jó, jó. Menjen, gyógyulgass. Csöcsé. First class. Vigyük ki a szőkecsajt is. Négy ember. Miért? Azért, mert téged ismerlek, Eriket ismerem, Simit ismerem, őt nem ismerem, nem tudom ki. Zárjuk le. Már nem megyek nélküle. Ki fogok adni, ha itt hagyjuk? Egyértelmű, nem? Miért? Ki vagy te neki? Nem, ne vigyük ki. Most miért ne vihetnénk őt is? De most komolyan. Nem. Ne kezdjél el nekem meg te dumálni erről. Nekem mindegy. Döntsük el gyorsan. Nem érdekel a picsába, tényleg. Van még egy csomó nyomorult, azokat is vihetnénk. Jó, hagyjuk a picsába, jó? Menjetek. Jaj, el akarok menni a meccsre, bazd meg, és itt szopadtok. Pakoljál, Simi. Pakolj. Mi a geci van? Földesi Ágnes, 22 éves. Véletlenül 22 óra, 22 óra, 30 perc között exitált. Új szegény. Menjek a szobájukba. Dávid! Elég volt, húzzon vissza mindenki a szobájába. Hol állok? Gyerünk. Öngyilkosság, elvérzés. Mindenki a szobájába, gyerünk. Még egy. Most a meccsem. Simon, Zsolti, Hermina, Zoli, Viki. Keep rockin' mama. Keep rockin' mama. Keep rockin' mama. There ain't nothing to worry. Ain't nothing to worry about. You and your good friend, we're breaking the laws tonight. Figyeljetek, ez milyen picsom? És
Isten kormány. Mit akar ez így? Mit akar ez így? Mi a szart? Várjál! Korábban kell vinni segítséget! Húzzá innen a picsába elfele! Kerül ki! Menj el, ne menjen el! Na húzzá már innen, hülye ribanc! Rosszul van! Szene, egyen meg! Intézd már! Hülye! Azt mondtam, hogy húzzá ott van! Hülye! Várj! Elfele! Onnan menjél innen elfele! Segítsen! Picsába! Rohadj, nyomolj! Hozzá fel! Thank you.
Bazd meg. Nem, korán jöttél. Korán jöttél? Most keltem rád. Hívhatlak, bazd meg, csöggethetek alig jössz ide. Biztos le vagyok halkítva. Na mi? Van egy kis beszélgetésünk. Aggódsz a pénz miatt, mi? Látom, sikerült hosszúra nyújtani be a pont. Ja. Hallnál adnod aki? Ja, nehogy van, mire számított te. Szóljak neki? Olvasd le. Babóka, le kéne lépni, idő van. Hova? Hova megyünk? Haza, hama. De miért azt mondtad, ráérsz egész nap? Mert dolgunk van. Este nem ezt mondtad? Este nem ezt mondtam. Úgy kidobasz, mint egy utolsó útszéli kurvát, hát nem vagyok a kurvád, bazd meg. Este meg jó voltam, mi? Uh-huh. Basszuk meg. Meg lesz. Mi van a pénze? Hogy áll? Meg lesz. Úgy néz ki, hogy meg lesz még. Úgy néz ki, hogy meg lesz? Hát olyan 95%. Jól vagy? Jó. Úgy néz ki, hogy meg lesz? Úgy. Egy hete kérem, hogy adod azt a kibaszott pénzt. Olyan helyről vettem el, ahonnan nagyon hiányzik. Gyuszi, meg lesz. Szétkúrják a seggem. Meg lesz ma a pénzed, belefér még egy nap. Az előbb még azt mondtad, hogy úgy néz ki, most meg már meg lesz? Bazd meg szintén. Meg lesz? Meg lesz. Rendben van. Legyen meg a pénz. Meg lesz. Egész nap bulizol. Azért hetek óta ezt csinálod. Hát meg zenét. Jó, ezt neked? Nekem nagyon jó. Hagyd már ezt az egész kecit, hagyd a faszba. Az összes pénzem a maradék rajta van. Gyuszi, állj már meg, ne! Bazd meg, hagyjam! Ne már! Faszom, az. Szedd már össze magad. Most ennek mi értelme volt azért, mert nem kaptad meg figyelj a pénzed időben? Kicsit, figyelj megkapod. Szedd össze magad megkapod, egy picit. Megkapod, Gyuszi, szedd megkapod. Össze magad. Mondtam, hogy megkapod, eddig is mindig megkaptad. Faszomat. Ülj le ide. Rendben van, olyan helyről hiányzik, ahonnan nekem nagy problémám lesz. Gyuszi, még rá is jó tudom tenni neked. Ráteszek egy egyest. Mondom, hogy megkapod a pénzed. Na, ne gecizz velem. Na. Jó, ne gecizzél. Apáddal mi van, mikor beszéltél utoljára? Szarik bele a pofámba, leszarja, hogy van egy fia. Karácsonynak küld valami nagyobb ajándékot, azt... Apád dolgozik üzletemben, az üzletemberek nem érnek rá. Csinál semmit, egész nap a kurvákat szopatja, jön, megy, bazd meg, él, mint Marci Hevesen. Mindenkivel van gondja, csak velem nincs. Hol szeretett engem az a fasz valaha, bazd meg? Hol? Az nem jelenti magát azt, hogy te ne szeretsz. Senki más nem de szeret, az nem jelenti, hogy te ne szeretsz. Nem szerette, engem nem szeretett, mindig leszart, bazd meg. Oké, karácsonykor küld valami kurva drágát, hogy hű, bazd meg. Meg mondjuk egy ilyen lakást vesz, annyira nem szeret. Lakást. Ugye? Ja. Figyelj ide, ha valami baja lesz az öregnek, ki fogja átvenni akkor a dolgokat? Mit tudom, én átveszed te. Úgyis arra vársz. Marad csendben. Igen? Kisbaj. Kisbaj mindig kezelhető. Micsoda? Mi a fasz van? Na jó, van, megyek oda. Na látom, beindult a nagy üzem. Ide figyelj. Holnap gyere a zsél, megvan a pénz. Itt vagyok holnap a zsél. Ne szórakozz. Nem szórakozok, megkapod. Ne szórakozz. Egy új autó a Fikinek, egy új óra a Fikinek, még egy új óra a Fikinek. Kinek a hatoda? Ilyen szép gazdag leszek. Honnan van ez a sok pénz? Ez... Hoztuk a meccsről, Simi. Ja. Totó, a 13-os szely. Bejött, bazd. A meccse. Várjál.
Pálinka, pálinka tödre. Én már kezdtem inni. Kábítószered van? Az nincsen, bazd meg, mert itt volt apám embere. Az... Tudod, a pénzzel lopott. Fölszívsz az összeset. Megtalálod a legnagyobb konyhatért, bazd meg. Vedd el a bugyit. Tényleg kezeld a haverodat, bazd meg. Jó felé, hát egy dzsungelben mászkálunk. Nyuszika, nem hiszem el, apám. Hát milyen utakon járnak ezek? Hol vagyunk? Hát lejöttünk a térképről. Erre van, ezt mutatja a GPS, gyerekek. Oda kell menni, aztán megtudjuk, hogy mi a pálya. Ah. Most mi lesz? Nem tudom. Hogy a picsában ne fájna, bassz meg. Hangulat? Kérsz? Ah, nehogy kérek. Telefonáltam. Telefonál a picsában. Ott van, hát az a mi autónk. Azaz, húzzál bele! Várjatok, patkányok. Adok én nektek rablást. Megjöttek. Szerbusztok, fiúk. Na, mit csináltok ti? Mi a fasz történt? Mi van veled? Lábon lőttek. Húziköcsön. Lábon lőttek. Nyugasd a cipőt, hamarosan a fejed lesz lyukas. Megszúrtad a lába? Gyere csak egy picit. Gyere csak. Vidd el külön, beszélgessél egy kicsit. Gyere velem, Laci. Gyere már velem, légy szíves, hogy meséld már, mi történt. Nagyon kevés időd leszem, hogy elmeséljél nekem mindent. Lőttem, utána elvettek, leütöttek. Kiszálltam a kocsiból, annyit láttam. Melyik a tiéd? Melyik a tiéd? Nem nyugok hozzá, mert... Hozzá nyúltak? Hozzá. Elvették. Mind a hármat elvették. Jött a tolókocsis az a hülye kurvával is. Ott volt lent a rukkában. És miért nem ütöttétek el? Megvan a pénz? Nincs. Nincs meg. Tolókocsis a kurvájából? Tolókocsisnak kinyitjátok az ajtót. Esküszöm. És mi a fasz kerestek ezen az úton? Esküszöm. Milyen tolókocsis? Esküdőzi, mit kerestek ezen az úton? Kajások voltunk. Kajások voltunk? És itt mit teszel, bazd meg? Szőlőt? Nézd már ide! 300 millióért kajás vagy! Szedd össze magad, te patkány! Bazd meg! Állj föl! Állj fel! Állj fel! Mit csinálsz? Hol van a pénz? Melyik kötök volt benne? Egyikünk se, esküszöm, egyikünk se. Kolbászról beszélget ez itt! Sülturkáról, meg kolbászról! Turkát? Urkát, Laci pecsenye. Laci pecsenye. Ebből a pénzből ennyi urkát vettek el! 500 millióval elmész Laci pecsenyézni, hülye vagy te, bazd meg! De azért, mert mindig itt fogtunk el. Fizetsz! Rakjátok őket a kocsiba! De tényleg nem tehetek róla egy lakot! Sajnos tehetsz! De én a lábam kibaszott! A bűtös kurva édes! De én akartam! Ja, de mi a kurva istenit? Teste! Nagy mafla köcsök! Hol a pénzünk? Nem tudom, mert akkor belelőttek! Hárman vagyok! Kilabolnak! Belelőttek! Igen, belelőttek! Szépen lassan elindultok utánunk. Tudjátok, mekkora probléma lesz ez? Nem, jó. Hányan voltak, vagy kik voltak? Hát nem láttam, csak azt... Jött egy autó. Kik ezek? Jött egy autó. Maradják csöndbe? Gyertek akkor. Kik ezek? Ki a fasz hívott benneteket ide? Kit vagytok? Jó napot! Tedd el azt a kamerát! Nyugi, majd én kezelem a helyzetet. Ne menj sehova. Kész csapkod, miben segíthetek? Mi történt itt? Baleset. Mi azt az infót kaptuk, hogy itt kiraboltak egy pénzt. Semmilyen rablás nem történt. Kurva édesanyjátokat! Kik ezek? Mit tudom én? Ami köcsök benne. Fejezze be. Nem mehet oda. Magánterület, innentől. Jó? Rendben. Oké? Nem döglöttök, várjatok. Ott a kezek fönt. Ti hívtátok ezeket, hogy kik ezek? Nem mi hívtuk, hanem... Ott maradsz! Kérem, abból mozgott a kazetta? Jó, azt kérem szépen. Jó. További szép napot önöknek. Menjen csak nyugodtan, menjen. Mi
volt ott, Gyuszikám? Hogy kerültek ide ezek ilyen hamar? Van, aki értesített őket, ez valami más lesz. Szálljunk be, majd meg tudjuk. Gyertek utánunk, légy szíves. Milyen légy szíves? Maradj velük! Húzás! Nyisd ki! Légy szíves! Ilyen légy szíves! Kipakoltok, basz meg, mert megdöglöttök, de hányan vagytok? Pénzeknek kell lennie! Tényleg az a hülye rokkant jött a kurvával. Rokkant kurványát fog be a pofád. Meg kiharapom a mandulátat, megértetted? Csúptés. Báj. Nem jó, lapozz. Lapozom. Meg ki be akarsz dolgozni, hogy egy gyakorolod? Kérsz. A 81-es holland magyar világban. Az. Jó, fejt, bazd meg. A szövetségi kapitány pedig lemondott. Lebizony. Ezt jól tettek. Kapitány. Csak nincs 11 golyó, bazd meg pedig. Judy. Elütte a részfaszú dagoly. Sipikém, hozzátok már azt a harmadik vizes nyolcast. Jövünk, főnök, hozom. Bicex, te fasz. Mi? Ne haragudjon, főnök, de kurvára meglőtték a lábam. Meg, tényleg? Hol lőtték be? Figyelj csak, és miért a mellékúton voltatok? Válaszoljál már a főnöknek! Válaszoljál már a picsába! Miért kellett a mellékúton menni? A kolbász miatt. Milyen kolbász? Milyen kolbász a kurva anyádat? Milyen kolbász? Mert hogy... Szóval mindig... Ilyenkor mindig elmegyünk egy kolbászoshoz. Egy sült kolbász tenni. Egy sült kolbász. Minden pénzszállításkor elmentek egy sült kolbász tenni. Péntek, szombat. Ti idióták vagytok. Ti abnormális idióták vagytok. Elmentek 40 kilométerre egy sült kolbászért? Nem, mert kicsit így levágunk egy 40 kilométert így. Miért vágjátok le azt a részt? Mert... A sült kolbász miatt? Hát... Jól értem, hogy egy sült kolbász miatt mentek ezen az úton? A szőlő közepére jártok kolbászozni? Meg az a kis gázolaj spórolás, de nem más. Benzin pénzen, egy picikét, csak izé egy kis... Jött ez a tolókocsis idióta, az a fekete kurvával is. Aha. De higgy el, főnök, hogy ezzel nem okoztunk kárt senkinek. Nem. Illetve eddig nem. Nekem okoztatok kárt, 300 millió forint volt abban a szállítmányban, az én pénzem. Nem loptunk el semmit, esküszöm. Mennyit kapsz ebből vissza? Nem, esküszöm, de esküszöm. Válaszolja. De nem. Már kurva anyjának, mennyit kapsz vissza? Főnök, hát nem bírtok. Miért nem ütöd el? Miért nem csaptad el a kriplit? Nem akartuk, főnök, mert hogy csak egy nyomorék. Mi vagy te, irgalmas rend? Nem, de hát nem akartuk. Miért nyitottad ki az ajtót? Megijedtünk és gyorsan el akartuk. Szóval Te ijedtél meg egy nyomoréktől, meg egy kurvától? Mert hogy, hát, hogy tudtuk, hogy nem jó helyen vagyunk. Fegyver van nálad. Hol a fegyvered? Azt elvették. Elvették a fegyveredet? Igen, mert lesokkolt a nyomorék és... Sokkolója volt. Egy ilyen nagyon nyomorék. De nem valamilyen K1-es vagy tekvondós vagy valami? De nem... Miért nem zárod be az autót? 300 millió forint van benne, bazd meg! Ez nagyon gyors volt az egész, főnök, de tényleg nagyon gyors volt, és nem sejtettük, hogy ebből baj lesz, vagy nem akartuk, hogy baj legyen, és azért... Pisti, miért nem szállt ki? Mert lecsúzlisztánk. Mit csináltak? Lecsúzlisztánk? Hogy csúzlival? Igen, azt mondták, hogy... Csúzlival. Mint egy cserkésztáborban? Egy ilyen csúzlival. Csúzlival. Igen. Tehát fogtak egy kavicsot, és azzal meglőtték. Jól értem? Ott vagytok felfegyverezve, és egy csúzlival, egy nyomorék, meg egy kurva kirabol benneteket? Nem tudom, nem tudjuk, nem értjük, te haragudj. Ne hadarjál már, lassabban beszélj. Bocsánat, csak... Jani, a Sipi most levisz a pincébe, leszerelsz, és utána bevisz a kórházba. Köszönöm, főnök, de tényleg ne haragudjon, főnök. Hát de nem lehet nem haragudni, bazd meg, hát 300 millió forint. Igen, de jó van. Nem lehet nem haragudni. De mi dolgozunk a fiúkkal, és mindent elkövetünk. Vissza kell szerezni azt a pénzt. Ne legyen gond. Az van, hogy vissza kell szerezni a pénzt. Köszönöm, főnök. Menjél, csináld a dolgodat. Köszönöm, főnök, és nem haragudjunk. Tűnj innen, megyünk lefele. Szerencsétlen gyerek. Be van szarva, se tudja mit mond, kolbászozik folyamatosan. Idióta. Elvitték 300 millió, de úgy látszik, nincs ezeknek a szerencsétlenekhez hozzá köze. Basz!
fegyvert be van küldve a laborba, meg fogják mondani, hogy kinek az új lenyomata van rajta. Gyuszikám, alezredes úr, kik voltak, hol vannak, és hol van a pénzem? Természetes. Nézd, engem is halál kellemetlenül itt ez a dolog. Jó. Figyelj, és ha lementél Sipinek, szóljál már, hogy áram hullák meg majd Safkádba, jó? Jó, rendben van. Ott vagyok a tévében, én? Fentartott a pszichiátriai intézetből négy ölés közveszélyes elmebeteg. M. Erik, M. Zsolt, S. Neves, F. Herula. Egész jó lett rólad ez a kis rajzocska. Lányom a hangja. Várjál! Megkísérelték kirabolni egy páncélozott pénzszállító járművet. A magán biztonsági cég emberei a rablást meghiúsították, senki sem sérült meg. A rablók látható... Mit tud a parasztok vannak, kirabolják szegény páncszállítókat? Elmenekültek a helyszínről. A biztonsági cég nem tett feljelentést az ügyben. A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást. Ez most mi volt, Zsolt? Üzenet. A tulajdonosoktól. Üzenet a palacban. Hogy? Azt üzenték, hogy tudnak róla a rendőrök. A rendőröknek a pofája be van fogva, és ezt az egészet ők fogják csinálni. Azt üzenték most. Szóval ezt nem érted? Ezt keresett minket. Ha minek raknak bele tormát? Miben? Semmi. A Big Macben? A szendvicsben miért van torma? Keresnek minket. Mert azt mondja, hogy bűncselekmény hiányában. Azt mondja, hogy nem vitték el a hóvét. 300 millió forint abból a kocsiból. Lába van lőve egy ember. Tényleg. Ezt valaki belül akarja elintézni. Erik, rakd már le ezt a szart! Hova tüntetett ilyen sok pénzzel? El van hallgattatva mindenki? De kukat nem értek. Nem, ez szar. Szarnak szar. Ez nagyon szar. Edzeni kell, akármit. Sétál az ember, még az is egy edzés. Ez egy kell, óra sétál. Igen. Én vagyok, szia, Krami vagyok. Ott vagy a helyeden, ahol szoktál? Rendi, csak pár barátommal odaugrunk, maradj ott el, ne mozdulj, nagyon fontos, jó? Oké, szervusz. És este 6 után ne kajázzál. Elég, az nagyon kis sáv volt. Igen? Svár, tudunk menni hozzá? Mindig ott van. Na, jó volt a helye. Oda nőtt. Oda. Ha valahol nagy drogot, nagy pénzt mozgatnak, vagy kurvák, vagy egyebek, hol? A 8. kerületben. Hova menjünk? Oda futnak a szálak. Ez itt megkérdezzük. Egyenesen megyünk még, gyerekek? Már nem vágom. Igen. Végig egyenes. Te nem tudod, a 8. kerület van? De tudom, de hát... Te nagy vagy, főnök. Sérózsa Májkosan. Elő kéne szedni a figyét, nem? Leszedem. Erik, leszedni kéne a figyét, mert erre a dologról mit csinálhatom. Honnan jött ez a kocsi? Egyelőre itt nem keres minket senki. Az egy. De hogyha keresnek is, mikor tűnünk el? Mikor jön értünk az a gép? Én lelétek. Azt figyelj, hogy ha keresnek, akkor téged is keresnek. És meg fognak találni. Úgyhogy muszáj együtt menni. Egyedül nem fogod tudni megoldani. Zolika! Van kapcsolataid? Van egy ember, akit fel tudsz hívni? A Fiki tud nekünk segíteni. Fiki! Hogy képzelik ezek? Mit gondolnak ezek, hogy meglovasítanak bazmány? Normális dolog? Mi? Igen. Hogy megtaláljuk őket? Én nem tudom, hogy tudtak ilyen nyugodtan reagálni dolgokra, egy marhára készülök. Én nekem bazzag, ez nagyon fontos. Lehet, hogy pénzorientáltá váltam? Dehogy is. Dehogy váltam, pénzorientáltá. De szeretem. Én csak szeretem megszorongatni ezeket a patkányokat, nem? Nem rabolták ki a kocsit, nem történt semmi, nem történt személyi sérülés, nincs nyomozás, nincs miről beszélni. Körülbelül ezt mondják. Ti most azon aggódtok, ez valaki leállította, hogy nem a rendőrség van nyomotokban, hanem pont az ellenkezője. Igen. És ti nyugodtabbak lennétek akkor, hogyha a járdok lennének a nyomotokban. Nem tudjuk, ki volt a lóvészről. Azt én sem tudom. Honnan jött az ötlet? De nem tök mindegy, hogy ki van a nyomunkban. Hát nem. De mert?
Mert ha izé, akkor ha rendőrség kap, akkor visszamegyünk a Diliházba, mert beszámíthatatlanok. A faszt vagyunk beszámíthatatlanok. Ha valami kemény csávó kap el minket, akkor nem a Diliházba megyünk vissza, hanem be a Dunába. Jó, menjétek, vigyétek vissza a pénzt. Nem arról van szó. Csávó akar másnak. Egy ózsaszín elnézést kérő levél. Kell a pénz. Nem, itt az ember. A pénzt nem adjuk vissza senkinek, ezt nyilván... Neked is kell a pénz, nekem is kell a pénz, Herminának is kell a pénz. Jó, én is belőlem a sérót, megyek sminket. Zolika, hallod, óvatosan menjél, bazdmeg, a rendőr ki ne szúrjon minket, bazdmeg. Mitől szúrna ki? Minden piros lámpánál 10 éve törekedek, bazd. Nem értem a problémát. Tiszta para vagyok, hallod? Arra sem emlékszem, hogy hol a faszomba voltunk előzőleg. Mi voltunk valahol? Voltunk. Ha valahol összekukáztuk ezt a csajszit. Mi van, bazd meg? Na várjátok! Kusoljál! Halló? Szevasz, Dunak, eszi, ki vagyok. Szevasz, Abafej, nem izu? Na az a jó apafej, hogy el kéne jönnötök hozzád látogatóba. Remélj kérem, miért is kéne elmenni hozzád látogatóba? Ki az? Azért, mert nagyon gazdagok vagyunk, és nagyon kongaz vagyunk az éjségtől, és nagyon szeretnénk bulizni. Gazdagok vagytok, és kongaz vagyatok az éjségtől. Akkor mehetek a McDonald's-e, bazdnek. Itt vagyunk egy helyben. És ha nekem lejárt a munkaidőm, akkor mi van? Viszont a kis sávonak jó kis cuccai vannak. Már próbáltátok valamelyiket is? Én nem. Nem. Között vagyunk. Nem, komolyan. Nem. Szép, hogy én rendes ember vagyok. Nem engedhetem meg magamnak az ilyesmit. Akkor senki? Hát akkor én sem. Nem lehet veletek beszélni, egyetlen. És kitaláltam valamit. Na. Hogy hívják a drogfüggő mongol hadvezért? Hogy? Batyukán. Mennyi van nála? Ezt a kis hülyeséget? Mennyi? 40-es, 50-es? Én nem tudom. Hülye én nem vagy. Tudom, de ez nem vagyok oda senki. Ne, nem utogasd. Nem utogasd, bazd meg. Ez a sok fasz fejé. Ne vagyok oda senki. Figyelj, cigány. Itt egy 50-es, vegyék ki belőle egy 5-öst, azt az ember vágjuk minden. Hogy az én motyomban van. Úgyse tudja. Nem bízom bennem. Ezer éves barátok vagyunk, azt engem kérdezel fel, hogy negazdák, hogy a motyóddal. Hát akkor ki szálljak ki, vagy mit akarsz, bazd meg? Vegyék egy 5-ös, és tedd be az árát. Csá, sziasztok! Mi van, Árpika? Figyelj, de nagyon fontos. Igen. Mostanában volt itt valami nagyobb kábítószer vásárlás, valami nagyobb pénzmozgás, ami... Semmi, erről nem tudom. Mostanában nem nagyon volt. Te szívogatsz? Nem nagyon. Nem, egyáltalán. Tiszta vagy? Tiszta, igen. Jó, beszélünk. Árpika, hallasz valamit, azért szóljál, jó? A Pista bácsinak. Tisztelt. Jó, szia. Szervusz. Vigyázz, jobb kéz. Szemben nem jártál még a környéken? Vagy akkor csak a kreszt kellene ismerni? Én meg a pénztáros, baszd meg. Az Uli, elég ennyi. Jó van, ennyi elég, tedd. Na, szóval kivettél 50-ből 55, akkor az 55, ugye? 55. A szorozzuk be mennyivel? Mennyire adjuk ezeknek a faszoknak? Hát miután a barátaink 15 helyi 17-e, nem? De ez valami... Miután kitől szeret? 20 éve kapja, de megmondom, hogy ez nagyon zora, bazd meg. Nem tudunk 17-re szorozni, bazd meg, nem jön ki a matek. Legyen 20, bazd meg, az a biztos. Az, hogy sürgős, az lejárt a munkaidőm. Jó, 55-ször 20, 110 millióval tartozik ki. Ennyi pénzzel nem tudnak felszívódni. Vagy elküldtük. Hogy ne tudnám. Hát azt meg észrevesszük. Egy sokkal többen is fel lehet szívódni. Igen? Igen? Na, és ki... Igen. Kényszer gyógykezelt embernek az új lenyomata van a pisztolyon. Az életünk szép. Ez tilosba volt. Nekem mondod. Ez tilos, viszont kurvára hatékony megoldás, gyerek. Nékem a feleséged, jaj, de tilos. A kézzel, jaj. Nem lehet tovább. Gyere vissza, gyere le a cuccról. Ez volt a piros áru paprika. Gyere le a cuccról! A kurva. Nem lehet dolgozni, bassz meg, így nem lehet dolgozni. Megszökött a belügyminisztérium által kényszergyógykezelteknek fenntartott pszichiátriai intézetből 4 ön és közveszélyes elmentek. Nehonnan is meg tudnak szökni. N. Erik, N. Zsolt, S. Simon és F. Hermina. Különös ismertető jelöl, ezek lesznek. N. Zsolt tolószékben. Ezek lesznek. Jogi. Micsoda? Hol az anyánkba vagyunk? Hogy néztek? Én óriási mákot maradtam, egy sztahanovista vagyok, egy sztahanovista vagyok. Sok pénzem. Hol a kezdőben vagyunk? Szia! Roland! Pici vagyok! Szevasz! Tess! Mi van veled?
Hú, basszádok meg. Nagyon régen úton vagyunk. Köszönöm már nyugodtságban. Ne haragudj rám. Szevasz. Váli Roland. Ilyet még az életedben nem szívtál. A Zolinek olyan batyúja van, hogy beszalsz. Páron, hogy bocsánat. Miért neki vagy? Gyere. Sose sok. Meg ne dögöljetek itt nekem, bazd meg. Mióta nyomjátok? Köszönöm a szépen. Hol a fűző? Marad nekem is elalvás előttre egy kicsit. 50 grammot rendeltek, azt nem lehet cigizni a pecóba. Én 55-re adottam, gyerek. 55-re. Biztonsági festés volt, vagy mi? Kibaszottul van, Roland? Tényleg? Szevasz, Erik vagyok. Hagyjuk már ezt abba, tényleg. Ne kamerázz, és akkor azt mondom neked, hogy... Nyugodjál már meg, én állandóan kamerázok. Hozzá vagyok előre, függő vagyok. Te kokainfüggő vagy, én meg kamerafüggő vagyok. Nem. De soha nem használom, hogy nem rakom fel a kibaszott internetre, bízzál már bennem, baszd meg. Végighallgatom. Miért nem hallgatsz végig? Szerinted ez egy normális dolog, hogy egy afteren, ahol mindenki szív, mindenki iszik, több vadidegen emberek vannak, te szörlő cukor, baszd meg. Szörlő cukor és izé. Mi a neve? Moha. Akkor mi azt keresel itt, hogy ez szörlő cukor? Na, gyerekek. Az első cukor, ez egy forgatás. Az Olival megbeszéltük, akarunk. Üljél le! Te kapcsolod! Nem hozzá meg! Egyenesen. Így csontra. Elnyelte ezeket a föld? Meg lesznek. Amatőrök ezek. Meg lesznek. Valaki intézze már el itt a fiúkat, azért a barátaim vagyok, egy csomó pénzt kitettek, be vagyok szíva, meg ilyen nincs a világon, érted, hogy úgy megyünk el egy afterról, bazd meg, hogy nem élvezünk el. Ilyen a világon nincsen, bazd meg. Jó, és elkezdj állni a világon. Valakinek hiányzik valakinek, hogyha mondjuk nem látjuk egy fél órát? Nekem sorra mi hiányzott, Józsika, sorra. Jó, az elején jó este, 10 éve este. Érdekes irányba folytatódik a beszélgetés. És még jó fej leszek veled, bazd meg. Gyere ide. Itt van ezt egy üveg viszki, meg egy kettes, gyere ide. Gyere! Fasz, hogy menjél innen a picsába, fasz be, de legalább zárd is rá! Zárd rá! Fasz, ide, gyere, ide szépen! Fasz, fasz, fasz! Ne, hogy ez vagytok, jó, nem érdekel engem a fasz. Most ez mi volt? Semmire nem lehet téged használni, egy hülye köcsök kurva vagy, hogy basznád szájba a kurva anyádat azt. Én nem értem, mit a bajnak edeg a hülyéktől. Tényleg, megpróbálom magam.
összetennék. Józsika, az mi lenne, hogyha szépen eltolnánk a biciklit, azon mennénk folytatni. Jó, akkor menjünk a faszomba, de ezt a kurvát nem készül sehova. Ez egy szép végszó volt, szevasztok. Ezt a kiszállót még fölkaphatom? Azt még kapsz. Azt kapsz fel, amit a... Duma. Jó, bocsánat, sziasztok. 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 Fasz fejek, bazdmeg. Kapjátok be. Köcsögök. Jó éjszakát! Ó, bassz meg! Na, erről beszél magunkat. Aztán most kicsinálom ezt a hülyét. Csak előbb kicsit összeszedem magam. Geci kis csipet csapat megcsinálta, bassz meg, megcsinálta! Kis hülye pöcsök, bassz meg vagyok, elépek, mindbe kaphatják az összes basz az apám, mindegyik, mindegyik. Mind az enyém, bassz meg a faszodát! Mind az enyém, mind egyik! És ez mikor alakult ki nálad, ez a láb antifetisizmus para? Nem vagyok normális. Pazd meg! Ez micsoda? Nem is én eljöttem. De ez most jól látom? Mi van az? Bezárkózunk. Mit csinálsz? Mi húzott be a redőnyt? Na most innentől kezdve senki se ki se be. Itt kijöttem valami szobába, ahol tele van az ágy pénze. Miért most nem hiszel nekem, vagy mi? Na jó, akkor lefényképezem. Tiszta ügye van. Most elkezdhetünk aggódni. Ez egy miska, de most ez a mi a baj? Az a kis kártya rajta, az a kis jel, az a kis pecsét, az a plomba. Nem élesít rá ez a kúr. Mi van ezzel? Ez faterpénze, amit elloptunk, bazd meg. Mi van, Zoli? Ne szórakozzon. Ez itt a faterpénze. Ez most egy visszatúrhozott jele. És innentől kezdve csak egyetlen egy kibaszott. De vagy tépve, és most szórakozol? Nem, kibaszottul nem vagyok betépve. Egy kibaszott egy másodperc alatt kihozanottam, amikor azt a kibaszott pénzt megtaláltam ott az ágyon a többi között. Igen, de itt vagyok, ahol bezártatok. Na, gyere már vissza, siess. Ezt ugattam neked. Te hoztad az Ezt ugattad. Miért nem vizsgálódik a rendőrség? Ezt ugattad. Miért nem jönnek utánunk? Ezt te hoztad az ötletet, bazd meg. De tudtad, Zoli, hogy az apád pénzére küldesz rá mindjárt? Hogy a faszban nyúltam volna hozzá apám pénzéhez? Életemben nem mertem volna, nem tudtam. Fingom nem volt, halvány gőzöm nem volt. De ki hozta az ötletet, basszál? Egy haver. Hol a táska, bazd meg? Teljesen most lever engem, vagy nem ver le, bazd meg, mert most azon kell gondolkodnunk, hogy ezt megússzuk, bazd meg. Zoli, azt hiszem, hogy a barátom vagy, basszad. De nem tudod megúszni, mert az apád keresni fogja a saját pénzét, bazd meg. Erről csináltad ezt meg vele? Hagyjál már békén, bazd meg a faszomat. Szerinted én tudtam, hogy mi történt? Szerinted nekem halványilag gőzöm volt, bazd meg. Állhat itt a Simi, bazd meg, le is verhet. Hol van? Egyetlen egy dolgunk van, hogy megúszszuk ezt az egészet. Egyetlen egy módon ússzuk meg ezt az egészet, ha itt maradunk, ha nem megyünk. Egyetlen egy esélyünk van, bazd meg, hogyha ezt új akarjuk kérni, hogy ezt meg akarjuk úszni, hogyha nem megyünk sehova, bazd meg! De nem megyünk sehova, nem megyünk sehova! Én bezártam a lakást. Te kibaszottul itt maradsz, nézd meg, ez a zsákat tiszt. Menjék ki az aljon, próbálj meg csinálni, hagyjál már, hogy ilyen buszi sárgóra. Menjünk, csinálj, pakoljatok már! Pakolj!
rajtad fogja keresni, aki kibaszott pókeres van. Honnan, bazd meg? Honnan tudná az apám? Azért, hogy hullám vagy, bazd meg! Honnan tudja? Honnan az Erik lenne az egyetlen kapos? Az Eriken senki nem lát. Az Eriken kívülen senki más nem szól mellettem. Az Eriken egyetlen kapos. Gyere, Zsolti! Mi a faszom van? A kibaszott telefon az van, itt hagytam. Na várjál, nyitom. Azt hittet, hogy ilyen kibaszott. Az a buli, hogy miatt jövök vissza, de majom van. Meg a rohadt telefonom már nem igaz. A telefon nélkül mégse lehet azért. Mi van se? Gyerekek, hát azért ez hogy gondolják? Simi, vigyázz, hozz meg, lánc van! Gyuszi? Igen? Kaptam egy MMS-t. Én is. Ez a kis pöcs? Úgy tűnik, és úgy tűnik, hogy a pénz is megvan. Na jó, akkor menjünk a helyszínre, ott találkozunk. Rendben. Na bazd meg, pont ott tartok, mint az apám. Azonnal tüntessük el ezeket a hullákat a gecibe, bazd meg, vigyük be a fürdőbe. Jó, neked köszönhetjük ezeket a kibaszott hullákat. Menjél már! Takaríts! Azonnal pakolj, bazd meg! Faszomat! Nem, húzzad még, várjál már! Ne nézz oda, ne nézz oda! Takarózzál be, jó? Mi nagy takarítunk most nálad, Zolika? Hogy a picsába kerültek ezek ide? Honnan a faszomból tudjam, hogy honnan a picsába kerültek? Honnan tudták, hogy hol a lóvé? Honnan, hogy valaki észrevette? Honnan tudták, hogy hol a lóvé? Elkövörve a élet, de nehéz ez a dög. Azt a picsa! Üljünk le, beszélgessünk. Simi! Fogadj! Tomára az ombrénak, hogy ne gyújja már össze az ingemet. Hoztam nektek finomságokat. Ezt nézzétek, mit vannak itt. Áj, de komoly. Figyel. Csinosak vagytok így, de ez a munkához suttogos kell, jó, srácok? Suttogos kell? Igen. Fogd a pofádat! Hülye vagy, bassz meg! Miért engem rángatsz? Fogd a pofádat, most én dumálok, mert eltörom a nyakadat, bassz meg. Az enyémet miért akarnád eltörni, bassz meg? Fogd be a pofádat, mert eltörom a nyakadat. Hülye vagy. Most én beszélek, bassz meg. Ki a faszomak voltak ezek a csávok? Honnan tudták ezek a hittek? A dílerek, akik hozták a cuccot a bulira, bazd meg. Honnan tudták? Szuszanyjál már ki legyen! Honnan a faszok? Most miért velem üvöltöttől, bazd meg? Szerinted tőlem tudták? Hülye vagy te, bazd meg? Kit tudtuk? Magamra küldöm őket, én köpöm föl saját magunkat. Ezek megfeszítettek volna engem is, bazd meg. Gyerünk! Hozzad a Herminát. Jól a Hermina. Gyere, gyere, megyünk! A pénz ott van a hűtőbe, bazd meg! Azt azért ne felejtsük ki. Ez hideg. Add ide! Gyere, gyere, drám! Várjál, ezt az ombrét húzzuk be ide! Takaríts be a fürdőt! Takarítasz majd a saját bakát! Itt vagy, csak csodálkozni! Hova, picinyeim? Meg vele! Fekés! Hidatjön! Üljetek oda! Ülj le, Simi! Ülj le oda! Simi! Akarsz egy golyom? Csér! Pénz, nézd meg a helységeket! Ülj, Simi! Mi ez a sok vér itt? Gyuszi, hagyd menjünk! Tedd le! Hagyd menjünk! Nem húzz anyát! Tedd le! Három papagáj, de ezek már nem mozdulnak! Ülj le oda! Mit csináltatok itt? Mi történt? Maradj! Szerinted mi történt, bazdmeg? Ülj, Simi! Mi vagy te, így domár köcsög? Apád pénzét diszedelte, barom! Mit nézel?
Nem tudtam, hogy a pénze, neked akartam visszaszerezni a tiédet, bazd meg. Kus, kus, eszed legyen, bazd meg. Te vagy a Novák? Ülsz, nyugodtan, nyugodtan ülsz. Téged meg se ölnek, kiverem a fogadat és megzabálod, mint a rivotrilodat a díjházba. Ökölvel a kezed kis köcsögnek. Nyugodjatok meg. Na mi van, kiskancsok? Mókusolyos Benhurt játszik? Há? De, apád faszán. Tényleg, kurva anyádat van meg. Ide jössz, fasz meg, ide jössz ebben a nagy formáddal, és semmi más nem. Miért van meg ezek a bérlákkal, ezt elmond meg állok, te a pénzedet, fasz meg. Anyád. Szépen a kurva anyádat van meg. Az én pénzemmel? Mi? Mi van, kispöcs? Pénzemmel, bazd meg! Nem tudtam, hogy a te pénzed, bazd meg! Mi a pénzed semmi? Meg egyikünknek sem volt halványil a bőze, hogy ki a pénz. Elloptuk volna a te pénzedet, bazd meg! Simi! Mert a dilid, akivel megbeszéled. A pénzt elhozni, csaj jön velünk, azt megbüntetjük szépen a többébe. Kigömbbe jöttél a böriben. Tőle. Tőle van a tipp. Bazeti, összejátszotok? Ti összejátszottatok. Figyelj, tudom. Ott van 300 millió. A régi balhéjban sem volt több. Fájdalomdíj, elmaradt haszon, végkielégítés, szép összeg. Vidd el. Vidd el. És mi van? Na, tényleg, spongyált rá, ott az a zsé, elviheted. Kis kockás füzetet, tedd az asztalra. Ne szarjál már. Szépen benyúlsz érte, két ujjaddal. Felcsíped, szépen kiteszed. Lassan. És szép lassan leteszed. Ez az. Telefon. Zoli, bilincseld oda az alezredes úrhoz. Mit csinálsz? Zoli, füzetet. Gyerünk. Öt perc, és itt a helikopter. Zoli! Zoli! Zoli, gyere már ide! Várjál! Hát vigyed a lóra! Zoli! Várjál, hogy vicc! Anyádba, te köcsög, mikor serítettél? Menj a pénzél majd ott, faszad! Menj! Anyádba, te szemkét! Zolika! Zoli! Hozd már egy bágot vagy valami! Vidd el a pénzt! Mit csinálsz? Szemét, geci vagy! Miért nem volt szecskavágó? Az anyád picsája előtt, mikor a világra szart, te idióta! A lezredes úrnak annyi. Jó, bázz meg. Bázz meg. Sanyika?
bocsánat. Szevasz kis csillag. Figyelj csak, ott a Rocky ölében van egy szamurájkard. Add meg ide nekem, légy szíves. Ott az ölében, ott a hullának az ölében van egy szamurájkard. Te ki a faszt vagy? És tök mindegy, ott van az ölében egy szamurájkard. Add meg ide. Te hülye vagy? Valami kibaszott kokós kurva. Add meg ide azt a kibaszott kokós. Nő. Végleg kimerült minden pillangó, a hely kiürült, nincs több, please don't go. Veled maradok, üljünk így most jó, most nem kell több szó. Csak a szem, ami beszél, csak a száj az, ami ég, csak egy kicsit, ne gyere nap még. Lába lába közepén, búcsú poháron a kéz, véletlenül összeég. Csókon, zárt szem, dobol a vég, a lassú nyelvtánc, démat idén, a kanapén.